Jó napot kívánok! Önök a Godóra várva című darab előnarrációját hallják. Tóth Cecília vagyok, az előadás narrátora. A következő pár percben megismerhetik a dráma szerzőjét és a mű hátterét, az előadás alkotóit, valamint annak fontosabb vizuális elemeit és karaktereit. Tartsanak velem, hogy még teljesebb legyen az élmény az április 18-ai előadáson. Az este menete 16 óra 45 perc, érkezés és találkozó a jegypénztárnál. 17 órától 17.30-ig színpadbejárás. 17.30-tól 17.50-ig beszélgetés a színészekkel. 18 órától 18 óra 40-ig a készülékek és fülhallgatók kiosztása, üzembe helyezése, büfé és mosdó használat. 18 óra 45-től 18 óra 55-ig a nézőtéri helyek elfoglalása. 19 óra az előadás kezdete. Az előadás hossza 2 óra 20 perc egy szünettel. A szünet folyamán igény szerint természetesen bármiben segítünk, valamint a második rész előtt a helyek könnyebb elfoglalását biztosítjuk. Az előadás után egy rövid beszélgetés erejéig szívesen marasztalunk mindenkit az élmények megosztására, valamint ahogy az érkezésnél, úgy a távozásnál is bármiben számíthatnak segítségünkre. A Godóra várva jelenség. Samuel Beckett 1906-os dublini születésű szerzőt a Godóra várva amerikai bemutatójának rendezője, Ellen Schneider egyszer megkérdezte. Kit vagy mit értett Godón? A Nobel-díjas drámaíró így válaszolt. Ha tudnám, megmondtam volna a darabban. A dráma nem Godóról szól, hanem a várakozásról. A várakozás aktusáról, mint az emberi állapot egy lényeges és jellemző aspektusáról. Írja Martin Eslin, magyar származású producer és dramaturg. Egész életünk során mindig várunk valamire, és Godó egyszerűen várakozásunk tárgyát képviseli. Valamilyen esemény, dolgot, szemét, vagy a halált. Továbbá az idő múlását a maga legtisztább, leginkább nyilvánvaló formájában, a várakozás aktusában érzékeljük. Izgalmas tény, hogy Beckett egész életművére érvényes a folyamatos redukálódás. Az idő előre haladtával a szereplők száma egyre csökkent. Mind erőteljesebben érvényesült a nyelvi letisztultság és minimalizmus. A Nem én, Natály című darab színházi előadásában, melyet első alkalommal maga Beckett rendezett, mindössze a színésznő Billy Whitelaw szája látszódik. A Lélegzet című alig néhány másodperces darabjában, mely a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, mint a legrövidebb színpadi alkotás, már színész sincs jelen. Godó a katonában. 2014. április 26-án került bemutatásra Zsámbéki Gábor és Asher Tamás rendezésében a Katona József Színházban. A szereplő gondolatai a darabról a premiért megelőzően. Részlet a darabból. Godónak hívják? Azt hiszem. Várakozás? Meg mertem volna rásküdni, hogy ők játott. Szombatot mondott. Azt hiszem. Azt hiszed. Biztos fölírta. Kocsis Gergely, Vladimir. Azt mondta Beckett, hogy ha Istenre gondoltam volna, akkor azt írtam volna, hogy Isten, nem azt, hogy Godó. Mert ugye van egy ilyen megközelítés, tehát a lihegő megfejteni vágyók rögtön Istent vélték Godóban. Ha tegnap hiába jött, ma biztos nem fog megint eljönni. De azt mondtad, hogy tegnap itt voltunk. Én is tévedhetek! Keresztes Tamás, Lucky. Valami olyasmi, amire az ember egy egész életen keresztül vár. Elek Ferenc, Esztrogon. Szerintem nagyon helyes, hogy a Gábor meg mi nem próbálunk erre választ adni, mert pont ez a lényeg ennek a színdarabnak. Megpróbálkoztak ezzel lefordítani, hogy tényleg van, sőt, aztán néha még jött is, tehát hogy pont ez a lényeg, ez a várakozás, vagy hogy értelmet keresni. Várunk! De várás közben mit csinálunk? Kössük fel magunkat. Kulka János, Pozzó. Hogy valahogy mégiscsak mindnyájan szerintem valami megváltást várunk. Hogy az egész életünk azzal telik, hogy valaki majd jön és helyettünk, vagy értünk, tesz valamit. Ijesztettél? Azt hittem, hogy ő az. Ki? Godó?
nagyon-nagyon trükkös az író. Dobál föl mondatokat, és dobál föl egy kis reményt, aztán elveszi. Godó? Uram, de nem Godó úr? Pozzó vagyok! Pozzó! Hát Pozzó nem hozza el. Nem hozza el azt, amire várnak, mert rendkívüli módon el van foglalva saját magával. Magam is! Szívesen találkoznék vele. Minél több emberrel ismerkedem meg, annál boldogabb vagyok. Közelöbb! Állj! Ő a szolgája Pozzónak. Viszi a csomagjait, és minden parancsát teljesíti. Mondatoz! Egy személyes Isten létek, meg fehér szakállal, meg kívül télen és időn. Talán abban válik ő különbözővé a többi szereplőhöz képest, hogy nem elmélkedik az ő létezésével kapcsolatban, hanem ebben a pár pillanatban kihányja magából mindazt, ami a fejében van. Nem tudni mi jobból, sorvadnak és zsugorodnak! Nem tudni mi jobból! Folytatom! Rajta, gyere, gálítsák fel! Szándékosan csinálja. Szerintem az a jó, hogyha végig gondolkodunk rajta, hogy kik ezek a szereplők, de a végén rájövünk, hogy ez nem volt fontos, hogy ezek akárkik lehetnek. Nem is az a fő kérdés, hogy ki az a Godó, hanem inkább az, hogy miért várunk rá ennyire. Arról szólna, hogy mégiscsak magadban kell keresd. Én sem adnám fel. Én is várnék éjszakán. Aztán nem tudom, hogy ez a végkövetkeztetése, hogy nincs megváltó, vagy nincs megváltás nekünk. Várjunk, amíg megtudjuk, hogy mi a helyzet. De ez nagyon ismerős, vagy olyan nagyon emberi dolog, hogy mindig azt hiszük, hogy valaki más fogja helyettünk megoldani. Azt kérdezem, el vagyunk-e kötelezve? Elkötelezve? Elkötelezve. Kinek? Nem. Állandóan várunk valamire, várjuk a két órát, várjuk a jövő hetet, várjuk a jövő évet, várjuk azt, hogy na majd, amikor majd már meg lesz az a dolog, akkor majd utána majd lesz valami. Valahogy ebben a szindrómában nem lázadnak. Vannak és várják, hogy mikor érkezik már az értelme annak, hogy vagyunk. Menjünk. Nem mehetünk. Miért? Godóra várunk. Ja. Alkotók. Díszlet, Kell Csörsz. Jelmez, Szakács Györgyi. Mozgás, Horkai Barnabás, egyetemi hallgató. Dramaturg, Török Tamara. Fordította Kolozsvári Grand Pierre Emil. Asszisztens Tivald György. Rendezte Asher Tamás és Zsámbéki Gábor. A szereplőkről Vladimir Didi Kocsis Gergely. Magasabb, szikár férfi. A várakozók közül a kezdeményezőbb. Nadrágja folyton kibomolva, elnyújt alsó nadrágján hatalmas sárga folt égtelenkedik. Gombos, valaha fehér volt hosszújú pamut felsőt, túlméretezett szürke felöltőt és nadrágot, valamint egy lukas kemény kalapot visel. Ruhái és fűzős, magas szárú barna cipője, szakadt, ócska. Arca leheletnyire fehérre van festve. Két szemére szemceruzával egy-egy függőleges csík van húzva. Haja gyér, kopaszodó. Esztragon, Didi, Elek Ferenc. Alacsonyabb, köpcös férfi. Passzívabb, akinek szüksége van a vezetésre, irányításra. Hasonlóan van felöltözve, mint Didi. Világos szürke, láthatóan kisméretű inge fölött sötétebb, elnyűtt szövet felöltőt visel. Nadrágja piszkos régi, öfejet egy csomóra kötött kötéldarab tartja derekán. Barna bőrcipőjén hatalmas luktátong. Arca Didihez hasonlóan halvány fehérre van kenve. Rövid, kócos haja sötét színű. Pozzó, Kulka János. Elegáns, jó megjelenésű magas úr. Öltözéke és viselkedése némi modorosságot sugall. Élére vasalt, csíkos sötét nadrágot, fehér inget, szürke mellényt és pettyes nyakkendőt visel. Hosszú, bokáig érő bársony kabátjának hajtókáján barna szőrme. Fején fekete puha kalap, kezén fehér bőrkesztyű. Cipője orra lakkozott. Bár feje teteje teljesen kopasz, hátul mégis hosszú coffot visel. Laki, Keresztes Tamás, Pozzó szolgája. Tökéletesen kiszolgáltatott, leginkább egy igavonó állatra emlékeztető alak. Szikár, hajlott hátú férfi. Hosszú haja teljesen ősz. Kopott, fekete frakkot, fehér felsőt és szürke nadrágot visel. Cipője barnás árnyalatú. Fiú, Varga Zétény.
vékony, 10 év körüli szőke kisfiú. Világos barna nadrágot, rövidújú világos inget és egy barna színű horgolt mellényt visel. A díszletről. Kelcsőrz díszlete a Godó előadások szokásait követve puritán, visszafogott, mégis erősen kifejező, szuggesztív és szimbolikus. Tökéletes időtlenséget, meghatározhatatlan helyszínt sugall. A padló és a falak fekete anyaggal vannak borítva. A színpad közepén egy hatalmas, nem túl magas, szabályos, félgömb alakú domb áll. A domb, mint egy libikóka szerkezetének köszönhetően, billegni kezd, ha járni kezdenek rajta. A dombból egyetlen tárgy, egy hatalmas rúgó áll ki annak jobb oldalán. A domb mögött, kisé jobb oldalt, egy csupasz, fémből készített fa meredezik. A színpad bal és jobb oldalán egy-egy járás található, melyek egyenesen a dombra vezetnek. Praktikus tudnivalók. Helyszín: Katona József Színház, 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 6. Megközelíthetőség: a Ferenciek tere felől, mely a 7-es, 7-es Express, 8-as, 112-es, 173-as, 173-as Express, 178-as, 178-as A-jelzésű, a 233-as Express és a 239-es buszokkal, valamint 3-as metróval közelíthető meg. Jegyár: látássérült vendégeink és kísérőik számára 3000 forint helyett 25%-os kedvezmény mellett 2250 forint. Jegyigénylés: 061-266-5200 vagy 061-317-40-61-es telefonszámon, illetve a szervezés@katonaszinhaz.hu e-mail címen. Végül az audio narrációról. Az előadás alatt a narrációt a vendégek egy készülék segítségével fülhallgatón keresztül hallgathatják meg. Az eszközök limitált számban állnak rendelkezésre, ezért kérjük, részvételi szándékát minél előbb jelezze a tot.cecilia@gmail.com e-mail címen, vagy a 0620-823-3291-es telefonszámon. Köszönöm a figyelmet, szeretettel várjuk Önt és barátait a Katona József Színház április 18-ai Godóra várva című előadásán.